Tollseprővel kényelmesen sepergette a segéd a sok piszkot. Ő csak éppen oda pillantott, azzal megfordult. Itt éppen egy ötödikes olvas fel Móricztól a Tinódiban rendezett maratonon. A diákokat magyar és angol órára osztották be a könyvtárba, szünetekben pedig az iskola rádión keresztül hallgathatták társaikat. Az alsó tagozatosok Móricz Zsigmond állatmeséiből és elbeszéléseiből, a felsősök pedig a Légy jó, mint halálig című regényéből olvastak felváltva. A rendezvény előtt az ötödikesek könyvtári órán keresték ki közösen a számukra ismeretlen kifejezéseket a szótárakból. Olvasni öröm, boldog, aki jól olvas, de annak is legyen lehetősége kipróbálni magát hangos olvasással is, aki egy kicsit bátortalanabb, vagy úgy érzi, hogy kevésbé tud hangosan olvasni, mert ez megerősíti benne, hogy érdemes. A Tinódi már szeptembertől szervez rendszeresen mese délutánokat, a felolvasó maratonhoz tavaly csatlakoztak. Akkor 22 ezeren olvastak fel 6 országban. A kezdeményezés 2009-ben indult Erdélyből.